Utolsó pillanatokban rendkívül sürgető a felső Tiszavidék vízpótlása, hangzott el a Vármegye házán rendezett konferencián. Mobil szaunák, friss homokos plázs, hétvégén már nyit a tófürdő Nyíregyházán. Megújult a Bessenyei Emlékház, méltó körülmények között mutatják be a Tisza berceli költő életét és munkásságát. Évente közel 5 cm-rel csökken a talajvíz szintje a felső Tisza vidékén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az előbb említett adat a Vármegye házán rendezett vízügyi konferencián hangzott el. A nyírségen sivatagosodásának megelőzése érdekében energia, agrár, vízügyi és környezetvédelmi szakemberek, valamint civilek fogtak össze. A projekt az Energiaügyi Minisztérium 1,2 milliárd forintos támogatásából valósul meg. 2022-es felvételek a nyírségből. Az utóbbi évek legnagyobb aszálya sújtotta akkor a térséget. A vízhiány, a rekordhőmérsékletek, a szélsőséges időjárás mára megszokott jelenségek nem csak a Vármegye, hanem az ország számos területén. A nyírséget azonban hatványozottan érinti az elsivatagosodás veszélye. A Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület az Energiaügyi Minisztérium támogatásával széles összefogással indította el azt a programot, amely a felső-tiszai vízkészletek hasznosításának lehetőségeit tárja fel. A projektről a Vármegyeháza dísztermében szerveztek szakmai konferenciát. 1,2 milliárd forintos keretösszeget szántunk az Energiaügyi Minisztérium részéről erre a projektre, de egyes projekt részelemekre már egyéb uniós támogatási formákat is igénybe lehet venni, ez is több milliárd forint értéket tesz föl. Viszont egy nagyon komplex projektről beszélünk, ugye arról beszélünk, hogy hogyan lehet a víz visszatartást itt a régióban biztosítani, annak érdekében, hogy ténylegesen a mezőgazdasági aktivitást, illetve a térség élhetőségét a jövőben is tudjuk biztosítani. A csökkenő vízszintek és vízhozamok mellett évente 3 és 5 cm közötti mértékben csökken a talajvíz szintje az Alföldön. A vízhiány, a klímaváltozás és a folyószabályozások következménye is. Az elmúlt 100 év folyamatainak visszafordítása érdekében elengedhetetlen a vízgazdálkodási rendszer átalakítása. Azzal szembesült mindenki a 2022-es asszály után, ha ezt a folyamatot nem tudjuk megállítani, vagy nem tudjuk megfordítani, az hihetetlen károkkal jár. Döntően a mezőgazdaság részére, de az ökológiai természetes állapotok részére is. És azt gondolom, hogy ezzel most értünk erre arra az inger küszöbre, hogy ezzel a társadalom is szembesült, és ezek az intézkedések, amelyek már most ismertetésre kerültek, ezt célozzák, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, megfordítsuk. Az agrárszektor támogatási rendszerében a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kiemelt jelentőségű. Maga a közös agrárpolitika stratégiai terve az nagyságrendileg egy 5300-5400 milliárd forintos keretösszeget tartalmaz. A környezeti célokra, fenntarthatósági célokat szolgáló pályázati összegek, melyeket, hogyha összeadunk, akkor meghaladja az 1000 milliárd forintot. Ide tartozik az erdőtelepítés, az agrárkörnyezet gazdálkodás és számos fontos intézkedés, és természetesen az öntözés fejlesztése is. A WWF Magyarország Alapítvány igazgatója a víz megtartásának természetre alapozott lehetőségeiről beszélt. A szakember szerint a vízhiány az elmúlt évek eseményei miatt a közgondolkodás része. Ez egy olyan párbeszédnek a kezdete tud lenni, ahol nem csak azt vizsgáljuk meg, hogy milyen műszaki beavatkozások kellenek ahhoz, hogy a vizet visszatartsuk, hanem azt is megvizsgáljuk, hogy hol, milyen területeken lehetne és kellene újból erdőket, újból gyepeket, újból nádasokat létrehozni azzal a céllal, hogy a tájnak a természetes víztároló képességét megnöveljük. Természetesen itt ebben rengeteg ember érintett lesz, ugye földtulajdonosok, gazdálkodók, önkormányzatok, stb. Tehát ugye ez egy nagyon sok szereplős történet, ezért van szükség párbeszédre. A projekt egyik legfőbb célja, hogy az Északnyírség vízpótlási tervének mintájára a kelet- és délnyírség területeire vonatkozó tervet is kidolgozzák. Ezek mellett a szatmári és beregi térségeket érintő vízpótlási, víztározási lehetőségeket is vizsgálják.
A vármegye székhely fürdőzni vágyói már májusban használhatják a Sóstógyógy fürdők ZRT szolgáltatásait. Hétvégén nyit az új lehetőségeket is kínáló tófürdő, és a hónap közepén részlegesen a parkfürdő is megnyitja kapuit. A nyáron strandoló sportkedvelők egy óriási kivetítőn követhetik a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia eseményeit. A szintén a társaság üzemeltetésében lévő Julia fürdő azonban továbbra sem látogatható. A fennálló statikai problémák miatt baleset veszélyes, emellett a termálkút vízhozama is lecsökkent, így felújításra szorul a létesítmény. A jó idő és a megnövekedett vendégszám indokolta a korai fürdőnyitást. Hétvégétől a tófürdőben, május 18-ától pedig a részleges nyitásnak köszönhetően a parkfürdő családi és gyermekmedencéjében is csobbanhatnak a látogatók Nyíregyházán. Ebben a hónapban egészségnapot is tartanak, május 22-én az egésznapos szűrések mellett a gyógyfürdő szolgáltatásokat is megismerhetik az érdeklődők. Emellett május végén a gyermeknapon különleges animációs programokkal várják a látogatókat, ekkor a 10 éven aluli gyerekek ingyen léphetnek be a parkfürdő területére. A társaság vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a hétvégi tófürdő nyitásra egészen különleges szolgáltatással is készültek. Vásároltunk egy mobil szaunát a téli szezonra, amit át fogunk ide telepíteni, úgyhogy ezt egész évben tudják majd ott is használni a vendégek. Ez talán pont a előszezoni időszakban, kicsit hűvösebb időjárásban nagyon kellemes lesz a vendégeknek, és egyébként pont a nyitó hétvégén tervezünk egy szauna hétvégét, egy sóstói szauna víkendet, amikor emellé a mobil szauna mellé még további szaunák fognak érkezni, és egy érdekesség, hogy ezekben programokat fogunk egész nap tartani, és ezután pedig a programok után a vendégek a tóba tudnak majd csobbanni, lehűteni magukat. Ez egy egészen különleges rendezvény, ami egy újdonság itt Sóstón is, de úgy gondolom, hogy országos szinten is ritkaságnak számít. Így néz ki most a bezárt Júlia fürdő, ami szintén a város tulajdona és a Sóstógyógyfürdők ZRT üzemeltetésében van. A városlakóktól rengeteg kérdés érkezik arra vonatkozóan, mikor használhatják újra az itteni szolgáltatásokat. Azonban a vezérigazgató elmondta, ennek jelenleg több akadálya is van. Alapvetően két komoly probléma van, ami hátráltatja a Júlia fürdőnek az újranyitását. Az egyik az egy statikai probléma. 2007-ben végeztek egy hibás kivitelezést az egyik zuhany blokkon, illetve zuhany részlegen, aminek a következtében elkezdett az alatta lévő födém ázni. Ezt 2012-ben vették csak észre. Amikor észrevették a problémát, akkor ki is javították, felbontották a burkolatokat, a hibás szigeteléseket javították, a gyári hibás csaptelepeket kicserélték, és ekkor meg is állt a födémnek az ázása, tehát ez a vízesedés ez megszűnt. Majd később évekkel, később 2019-ben elkezdett lemállni az érintett részen a beton burkolat, a vakolat, illetve a beton, és ekkor lett nyilvánvaló az, hogy a beton már az éveken keresztül szivárgó víztől olyan rossz állapotba került, hogy ez statikai kérdéseket is felvetett. Nyilván akkor bevontak statikai szakembereket, és üzemelt még tovább a fürdő, de mindenféle megerősítésekkel, hogy ekkor volt egy elég hektikus időszak, a Covid alatti időszak, amikor egyébként is zárva tartott egy ideig a fürdő, majd ugye jött az energiaválság, ami szintén nem kedvezett a Júlia fürdőnek, be is kellett zárni, majd mire az energiaárak enyhültek, addigra már sajnos a statikai rész az olyan szinten károsodott, hogy már az újranyitás az nem volt lehetséges. A vezérigazgató a sajtótájékoztatón elmondta, volt ugyan 2018-ban egy rekonstrukció a Júlia fürdőben, azonban ezeket a problémákat nem érintette, hiszen energetikai felújítás keretében nyílászárókat cseréltek, napelemrendszert telepítettek és homlokzati hőszigetelést kapott az épület. Jelenleg zajlik a műszaki és gazdaságossági felmérés. Az eredmények ismeretében tudnak majd pályázatot benyújtani a statikai hibák és a termálkútnál fennálló problémák megoldására. Országjárás keretében érkezett Újfehértóra hétfőn Hidas Dóra Európa parlamenti képviselőjelölt és Rétvári Bence parlamenti államtitkár. A rendezvényen elhangzott, minden idők legintenzívebb választási kampánya zajlik jelenleg, mert sosem volt még ilyen nagy a választástétje. A miniszter helyettes hangsúlyozta, az emberek békét szeretnének Európában, így Magyarországon is. Olyan képviselőkre van szükségünk, akik kiállnak Magyarországért, nem olyanokra,
akik akadályozzák azt, hogy például a magyar iskolákban a magyar pedagógusok magasabb bért kapjanak, és ezáltal a magyar diákoknak az oktatás színvonal is magasabb legyen. Szégyen és gyalázat, hogy valakik büszkék arra, hogy akadályozzák a magyar tanárok és a magyar óvónőknek a béremelését, akadályozzák azt, hogy az uniós forrásból is megtörténhessen. Két kiállításnak is helyet ad Bessenyei György Tisza berceli szülőháza, az egyikben magát, az írót ismerhetik meg a látogatók, a másik pedig a Tisza berceliek életét mutatja be. Az emlékház, amelyet egy turisztikai projekt részeként újítottak fel, bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárba is. 1746 vagy 47. Ekkor látta meg a napvilágot ebben a házban Bessenyei György költő, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége. A pontos születési helyét egy ideig kétsége kövezték. Erdés Sándor néprajzkutató azonban minden tévhitet eloszlatott. A kúria, amelyben a filozófus született, a Bessenyei utca 6 szám alatt a falu egyik legmagasabb pontján áll. A rétközi turisztikai projekt részeként pedig felújították a több mint 300 éves épületet. Egy picikét leromlott az állapot az elmúlt évtizedek során, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy kihasználva ezt a lehetőséget, ismét méltó módon felújításra kerüljön ez az épület. Azt gondolom, hogy most ismét néhány évtizedig megfelelőképpen tudják az ide látogatók látogatni azt a két kiállítást, ami ebben az épületben helyet kap. Az egyik a már korábban meglévő Bessenyei Györggyel kapcsolatos kiállítás, amely némileg megújult és interaktívvá vált. A másik kiállítás pedig, ami most került kialakításra, az a Tisza-berceli helytörténeti kiállítás. Ez elsősorban a 19.-20. századi berceli életet mutatja be. A piros székek, a fali szőnyeg, a játékmackók és a szekrény rendezettsége sokak gyermekkorát visszaidézi. Ezt és a Bessenyei életét bemutató kiállítást a József András Múzeum munkatársai állították össze. Az 1779-es A Holmi című kötet például a múzeum könyvtárának egyik becses darabja. De fotók, metszetek, korjelző tárgyak is segítenek megismerni a költő pályafutását. Munkássága régóta része a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak, a Bessenyei Társaság javaslatára pedig most már a szülőháza is bekerült a listába. Egy olyan kulturális és nyugodtan mondjuk kovász központ lett itt Tiszabercelen, amely nem csak Tiszabercel szempontjából fontos, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy a vármegye szempontjából is. És aki ide ellátogat, olyan érdekességekkel találkozhat, amely a mai kor számára is úgy gondolom, hogy szolgál rengeteg olyan aktualitással és látnivalóval, amivel segítik egyrészt azt, hogy információhoz tudáshoz jussanak az emberek, másrészt pedig segít abban is, hogy az a szellemiség, amely Bessenyei képviselt, a szülőháznak a nyugodtan mondhatjuk, hogy ereje, amely itt Tiszabercelen kézzel fogható, az meg kell, hogy jelenjen értéktári szinten is. A felújított emlékház ünnepélyes átadása után koszorúkat is elhelyeztek az épület falán. Kitart a múlt heti lendület, és ezen a héten is esik az üzemanyagára Magyarországon, derült ki a holtankoljak.hu friss adatközléséből. Az üzemanyagár figyelő blog szerint ugyanis szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is tovább csökken. A benzin bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj bruttó 4 forinttal fog kevesebbe kerülni. Az átlagárak ennek megfelelően így alakulnak, a 95-ös benzin literje 624, a gázolajé 612 forint lesz a hét közepétől. Több éven át tartó szociális beruházása fejeződött be a Rakamazi önkormányzatnak azzal, hogy átadták az idősek nappali ellátását biztosító épületet. Az Aranyévek Szociális Gondozási Központ a Szent István úton igyekszik segítséget és program lehetőségeket kínálni a mindennapokban a nyugdíjaskorú lakosoknak. A város vezetés önerőből vásárolta meg és újította fel a korábban elhagyatott épületet. A szalag átvágását követően birtokba is vehették a megnyitón megjelent klubtagok a nappali ellátó helyiségeit. A Covid-járvány idején körvonalazódott az, hogy a bentlakásos idős otthonban ellátni azokat a 65 év felettieket, akik saját otthonnal rendelkeznek, és csak a nappali ellátást szeretnék igénybe venni, nem igazán szerencsés. Rakamazváros önkormányzata az elmúlt években azon igyekezett, hogy saját tulajdonú, jól megközelíthető helyen tudja biztosítani a nappali ellátást. 2021-ben november végén eldöntötte,
hogy egy önálló ingatlanban fogja a jövőben biztosítani, vagy kívánja biztosítani ezt a úgynevezett kötelező szociális alapszolgáltatást. 2021. novemberében egy a település frekventált helyén levő üresen álló ingatlant megvásároltunk önerőből. 2021-ben már az épületnek a tetőhéjazatát kicseréltük. 2022-ben a külső hőszigetelése nyílászárók cseréje folyt az épületnek. 2023-ban belső átalakítás felújítása, 2024-ben pedig a berendezési tárgyak, illetőleg a külső udvar rendbetétele folyt. Tehát ebből lehet látni, hogy évről évre építkeztünk tervszerűen. Az Aranyévek Szociális Gondozási Központ dolgozói igyekeznek a kötelezően előírt gondozási feladatokon túl színes programokkal és az élet egyéb területein segítségnyújtással építeni a közösséget. Az idősek klubjának az a feladata, hogy elsődleges feladata, hogy az időskor okozta hátrányokat csökkentsük. Ideértve az elmagányosodást, izolációt, demenciát, ezeknek a tüneteit minimalizáljuk vagy csökkentsük. Az idejáró időseknek, akik ugye fel tudnak sétálni, lehetőséget biztosítunk különböző foglalkozásokra, mentális egészség megőrzésére, hogy a meglévő képességeiket megtartsák, fejleszék, illetve reményeink szerint a régiekből egy kicsit visszahozzunk. Ezen kívül fizikai ellátásukban is tudunk segíteni, mert előírás, hogy legyen fürdőszoba, mosdóhelység, vasalási lehetőség. Ezen kívül közösségi programok szervezése. Az ünnepélyes átadó Minai Győző a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte azt, hogy külön öröm, amikor egy település tisztán önerőből tudja fedezni az ilyen jellegű beruházásokat. Azt szokták mondani, hogy a társadalom fokmérője, hogy hogyan gondoskodik az idősekről, amikor már elérjük azt az életkort, hogy esetleg egészségügyi problémák vannak és gondoskodnak rólunk. Itt Rakamazon az idősek otthona jól működik, közel 50-en vannak bent lakásosban, és most a mai napon átadjuk a nappali ellátás zászlós hajóját, ha mondhatom így, hiszen 3000 fő fölött a településeknek kötelező a nappali ellátás is, hogy azokat az időseket fölkeresi egy-egy szociális munkás vagy szociális gondozó, akik még otthon élnek, egyedül vagy együtt élnek, férj és feleség, és gyakorlatilag a nappali ellátásban szakszerűen segítenek. Én azt szeretném még hangsúlyozni, hogy itt Rakamazon példaértékű a szociális ellátórendszer, vagy a gondoskodás politika, de azt is hangsúlyozni kell, hogy az ellátórendszerben a dolgozók az egyik legfontosabb láncszem, az elhivatottság. Május 13-án a központ dolgozói nyílt napra invitálják a 65 év feletti lakosságot annak érdekében, hogy egy közös eszmecsere alkalmával felmérjék az igényeket, és a szakemberek annak mentén alakítsák ki az új épületben a szervezetprogramot. Vereséggel zárta az alsóházi rájátszást az NB1-ben a Nyírbátori futszál csapat. A bátoriak a 10. fordulóban hazai pályán a Magyar Futszál Akadémiától kaptak ki 5-1-re. Ettől függetlenül a Nyírbátor végzett az alsóházi tabella élén 14 ponttal megelőzve a második Aramis esét. Nem csak a futzálosok véreztek el, szintén hazai pályán szenvedett vereséget a nyírbátori férfi kézilabda csapat az MB2 északkeleti csoportjának felsőházi rájátszásában. Tréki Tamás együttese a Salgó Tarjánt fogadta, és a vendégek 21-13-as félidő után 32-26-ra megnyerték a mérkőzést. A tabella 8. helyén álló Nyírbátor utolsó hazai meccsén jövő szombaton az Éllovas DVTK-t fogadja. A második helyen álló Salgó Tarján szerezte az első gólt, és mint később kiderült, a nyírbátoriak végig csak futottak az eredmény után. 4-4-nél még egyenlő volt az állás, negyed óra elteltével 4-30 perc játék után pedig már 8 góllal vezettek a vendégek. A második félidőre egy másik arcát mutató hazai csapat futott ki, így elkezdte ledolgozni hátrányát Tréki Tamás együttese. 2 gólra sikerült is felzárkózni a Bátornak, sőt többször is támadhatott az egy gólos különbségért a házigazda, de a Tarján újítani tudott, és végül 6 góllal megnyerte a mérkőzést. Az első félidőben elővettünk megint egy olyan
elmúlt valami kézilabdát, amit nem értek egyébként, hogy mi az oka, mert tényleg nincs a fiúkon úgymond semmilyen nyomás. Ugye egy tetemes hátrányba kerültünk, aztán a második fél időben szépen fokozatosan feljavuló védekezéssel, valamint kapus teljesítményen dolgoztuk a hátrányt. Kettő gól is sikerült visszazárkózni, sőt ott volt két labdánk lehetőségünk, még hogy szorosabbá tegyük a mérkőzést, de sajnos ott már a csapat azért látszott, hogy elfáradt, olyan egyéni hibák következtek, amit megbosszult az ellenfél, és végül is egy 6 gólos vereség lett a vége. A vendégek játékos edzője annak örült, hogy meg tudták akadályozni azt, hogy a hazaiak a második félidőben maguk javára fordítsák a mérkőzést. Álmosan kezdtünk, de aztán egy egész jó ritmusban tudtunk játszani az első félidőben. Ennek volt köszönhető ez a nagyobb arányú különbség, de aztán ugye jött a második félidő. Sajnos, amitől tartottunk bele, beleszürkültünk a meccsbe, azt hittük, hogy megnyertük a mérkőzést, és hát ez a legveszélyesebb. Na meg persze Robi, felföldi Robi a kapuban azért megbabonázott minket eléggé, úgyhogy így szoros lett a meccs. Végül örülök, hogy magunk javára tudtuk, vagyis megtartani az előnyünket, meg növelni is tudtuk a végére, így örülünk a győzelemnek. A fiatal Weibli Zoltán, aki egyre több játék lehetőséget kap a nyírbátori csapatban, 4 gólt lőtt a mérkőzésen. Az első fél időben nem sokat játszottam, ott a belső hármas és a szélső védekezés az nem úgy működött, ahogy terveztük. Hiányzott a lendület egy picit a játékból, de a másik fél időben hál' Istennek a csapat összekapta magát. Sajnálom, hogy a végén ilyen sok lett közte, de hál' Isten legalább egy szorosabb mérkőzést sikerült kihoznunk. Megvan a bizalom, az önbizalom pedig most nem rég jött meg. Hála Istennek nagyon sok lehetőséget kapok. Mindenki támogat abban, hogy azért én is egyre jobban és jobban játszak, és az edzőtől is hála Istennek egyre több játékidőt kapok. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Gödöllő 30-33, Hajdúnánás DVTK 25-37 és Vác Hajdúszoboszló 31-31. A tabella élén a 22 pontos DVTK áll, megelőzve a 20 pontos Salgótarjánt. A 3 ponttal 8. Nyírbátor jövő szombaton a DVTK ellen játssza utolsó hazai mérkőzését. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az energia, az agrárszektor, vízügyi és környezetvédelmi szakemberek, valamint civilek tartottak közös klímavédelmi konferenciát a Vármegyeháza dísztermében. Az eseményen bemutatták a felső-tiszai vízkészletek hasznosítását célzó projektet, amelyet az Energiaügyi Minisztérium 1,2 milliárd forintos támogatásból valósít meg. A szakemberek célja, hogy megfordítsák azt a folyamatot, amely a térség elsivatagosodásához vezet. Változatlan jegyárakkal, megújult környezetben és új szolgáltatásokkal várja a fürdőzni vágyókat hétvégétől a Tófürdő Nyíregyházán. A parkfürdő részlegesen május közepétől nyit, június 1-től pedig már teljes kapacitással várja a fürdőzőket. Nyáron egy óriás kivetítő segítségével a labdarúgó Európa-bajnokságot és az olimpiai játékokat is figyelemmel kísérhetik majd a látogatók a parkfürdő medencéjének partján. Bessenyei György Tisza-Berceli szülőháza ma már 2 kiállítás helyszíne. Az egyikben magát, az írót ismerhetik meg a látogatók, a másik pedig a Tisza-Berceliek életét mutatja be. Az emlékház, amelyet egy turisztikai projekt részeként újítottak fel, bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárba is. Május 7-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán továbbra is hidegfronti hatás lesz érzékelhető, ami sokfelé erősen felhős, változékony időjárást hoz szorványosan ismétlődő esőkkel, záporokkal. Elszórtan időszakosan süthet ki a nap a délutáni órákban. A hőmérséklet tovább csökken, szerdán napközben 14 és 19 fok közötti maximumokat mérhetünk.